Hello, hello, sziasztok, remélem jól vagytok. Ma itt van egy új francia lecke. Olyan szavakról fogunk beszélni, amik nagyon hasonlítanak egymásra, de abszolút nem ugyanazt jelentik. Tudjátok-e, hogy mit jelent az, hogy il est en train de partir en train? Tudom, ez egy ilyen kicsit így elég izé. Szóval, lassabban. Il est en train, il est en train de partir en train. Il est en train de partir en train. Ő most pont megy el vonattal. Nem kétszer beszélünk a vonatról, hanem franciául être en train de, az azt jelenti, hogy valamit pont csinálsz, szóval folyamatban van az, amit csinálsz, amiről beszélsz. Ez olyan, mint angolul a ing, például I'm coming, jövök, azoknak, akik beszélnek angolul. Szóval, amikor az a dolog, amiről beszéltek, az pont akkor történik. Il est en train de partir, szóval ő megy el, pont akkor, amikor beszél, az az illető, en train, vonattal. Il est en train de partir en train. Könnyű ez a francia nyelv! Még egy példa. Sans preuve, il dit que ça sent le sang, mais ça n'a aucun sens, il s'en doute à 100%. Ez egy ilyen, ezt a mondatot én raktam össze olyan szavakkal, amiket ugyanúgy kell kimondani, de különböző dolgokat jelentenek. De tulajdonképpen ez nem egy olyan mondat, mint amit tudom én, milyen dolgokat jelentene. Szóval mindjárt mesélem, hogy mi mit jelent, jó? Sans preuve. Sans, az azt jelenti, hogy nélkül. Preuve, az a bizonyíték. Szóval bizonyíték nélkül, il dit, ő mondja, que ça sent, hogy úgy érezni, le sang, hogy vér szag van, szóval que ça sent le sang, hogy vér szag van, mais ça n'a aucun sens, de ennek nincs semmi értelme, mais, de, ça n'a, ennek nincs, aucun, semmiféle, sens, értelme, szóval, mais ça n'a aucun sens, il s'en doute, ő sejti, ezt, ő ezt sejti, il s'en doute, à 100%. 100%-on sejti. Szóval, sans preuve, il dit que ça sent le sang, mais ça n'a aucun sens, il s'en doute à 100%. Sans preuve, il dit que ça sent le sang, mais ça n'a aucun sens, il s'en doute à 100%. Szóval látjátok, ennek nincs ilyen, mit tudom én, milyen jelentősége. De azért így legalább tudjátok, hogy sans, minden különböző dolog, nem is ugyanúgy írjuk, de ugyanúgy mondjuk ki. Mint nagyon sok minden franciául. Itt van egy másik példa. Sur le mur, il y a des murmures. A falon, sur le mur, il y a, van, des murs, ceder, mur, amik érettek. Szóval a falon vannak érett szedrek. Sur le mur, il y a des murmures. Tudom. Le coup de la maison, ça lui a mis un coup, pour le coup, il a mal au cou. Szóval, le coup de la maison, a háznak az ára, szóval le coup, az az ára, de la maison, a háznak, ça lui a mis un coup, hogy az így, leizélta. Nem tudom, hogy kéne ezt mondani, ez így egy kicsit beütötte, vagy mit tudom én.
mert ránk út tulajdonképpen az megütni. De ez egy ilyen dolog, amit csak így képzelünk, hogy mivel nagyon drága volt, ez neki egy ilyen izé volt, mintha beütöttek volna neki. Szóval, ça lui a mis un coup, ez így egy kicsit beütötte, hogy milyen drága volt a ház. Pour le coup, szóval így, ez megint egy ilyen, ez megint egy ilyen francia kifejezés, pour le coup, hogy ezzel következtetően, ezt úgy kell mondani? Igen, ugye? Szóval ebből következtetően, úgy, hogy mivel drága volt a ház, és így ez neki egy ilyen izé volt, ebből következtetően fáj a nyaka. Il a mal au cou. Il a. Neki van. Mal. Fájdalom. Au cou. A nyakába. Szóval, le cou de la maison, ça lui a mis un coup, pour le coup, il a mal au cou. Szóval a háznak a zára egy kicsit így belecsapott, és ezzel következtetően fáj a nyaka. Tudom, nincs nagyon sok értelme ezeknek a izéknek, amit most így adok példába, de ezeket csak azért rakom így egymás után egy mondatba, hogy halljátok, hogy mindent ugyanúgy kell kimondani, de abszolút nem ugyanazt jelenti. Jöhet a következő? Moi, je suis né au mois de mai. Moi, én, je suis né, születtem, au mois de mai, májusban. Szóval, moi, je suis né au mois de mai. Moi, az a én is lehet, amikor így írják, és au mois, a moi, az a hónap. Donc, au mois de mai, a májusi hónapban. Moi, én, je suis né, születtem, au mois, a hónapban, de mai, májusi hónapban. Moi, je suis né au mois de mai. És igaz is. Il est plutôt sain d'allaiter son bébé au sein, même le jour de tous les saints à la Toussaint. Ugye? Szóval, il est plutôt sain, elég egészséges, d'allaiter, szóval szoptatni, son bébé, a babáját, au sein, a melleken, même le jour, azon a napon is, de tous les saints, minden szenteken, à la Toussaint, a minden szentek napján. Tudom, ez is egy kicsit így, ahogy mondjuk franciául, c'est tiré par les cheveux, az azt jelenti, hogy így húzva van a haja, a hajakat húzzák, tudod. Az azt jelenti, hogy ez tényleg nem nagyon értelmes, meg mit tudom én, így nagyon húzzák a hajat, hogy valamilyen értelem legyen benne, de attól függetlenül még így ilyen dili példákat találtam ki, de nem baj, azért így legalább értitek, hogy mi mit jelent, és hogy mi hogy van. Szóval, c'est tiré par les cheveux, hein? Je sais. Húzva van a hajakon, ugye? Igen, tudom. Vagyis húzzuk a hajat, vagy nem tudom, ezt hogy mondanánk magyarul, hogy na mindegy, amikor ilyen, vannak ilyen izék, amiket nem jól mondok, vagy akármi, nyugodtan írjátok le a kommentekbe, mert tudom, hogy valamikor ilyen dolgokat mondok, amik így, csak így biztos, hogy néztek, hogy így mit akart mondani. Nem baj, tudom, hogy mindig van valaki, aki így kijavítja a kommentekbe, úgyhogy semmi gond. Ha valami ilyen dili dolgokat mondtam, akkor nézzétek meg lent, biztos, hogy van valaki, aki már kijavította, és ha nem, akkor nyugodtan írjátok le, hogy tulajdonképpen ez mi lett volna. Következő. Le saut a fait un grand saut au-dessus du saut. Le saut, az a egy kicsit butus. Le saut. És amikor valaki ilyen butaságokat csinál, gyereknek, nyilván gyereknek mondjuk ezt, azt mondjuk neki, hogy tu fais des sottises, vagyis ez az egyik forma, ahogy lehet mondani neki, hogy butaságokat csinál. Tu fais des sottises, butaságokat csinálsz. Szóval sottise, abból jön ez a szó, hogy szó. Szó, hogy szó. Igen, szóval így legalább tudjátok, hogy a szó az a butus. Szó. 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 Értitek, ugye? Szóval
Le seau a fait, chinalt, un grand seau, egy nagy ugrást, szóval egy nagyot ugrott, au-dessus, felette, du seau, a vödörnek. Szóval a butus ugrott egy nagyot a vödör felett. Le seau a fait un grand saut au-dessus du seau. Igen, tudom. És van még egy szó, amikor ezt mondom, ez nekem egy kicsit izé. Szóval, és van még egy szó, amit ugyanúgy mondanak, hogy szó, és az egy ilyen pecsét lenne. Ez általában egy ilyen hivatalos bélyeg, vagy pecsét, un szó. Le père a engagé une paire d'opères, ce sont des jumelles. Le père, az apa, a engagé, felvett, une paire, egy pár, d'opères, opert, tudjátok, azok a babysitterek, azok az operek. Ce sont, ők, des jumelles, ikrek. Donc le père a engagé une paire d'opères, ce sont des jumelles. Az apa felvett egy pár opert és ikrek. Je suis sous la table, sous les 100 le sou. Je suis, én vagyok, sous la table, az asztal alatt, sous, berúgva, et 100 és nélkül, le sou, pénz. Szóval az asztal alatt vagyok, berúgva és pénz nélkül. Je suis sous la table, sous les 100 le sou. Ezt a berúgott dolgot, ezt úgy is lehet mondani, hogy sul, vagy úgy is lehet mondani, hogy su. Szóval mind a kettőt mondjuk. Hogy amikor valaki be van rúgva, il est su, ő be van rúgva. Vagy il est sul. Il est su, il est sul. Mind a kettő korrekt. Na jó, tudom, hogy ez egy kicsit izé, szóval az utolsó lesz most. Je vois la lune, elle est là. Tu l'as vue? Oui, il l'a vue. Je vois, én látom, la lune, a holdat. Elle est là, ott van. Tu l'as vue? Te láttad? És valaki más válaszol, oui, il l'a vue. Igen, látta. Ez a la 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 la. Ról szól. Ez az egész. Na jó, szóval ahogy látjátok, egy kicsit így lehet, hogy most már be kéne fejezni ezt a leckét. Mert húha, meleg van. Úgyhogy remélem, hogy tetszett ez a francia lecke, és nem sokára találkozunk egy másik videón. Sziasztok!